Üdvözlöm nézőinket az idei évad utolsó kultúrcseppjében. Mindannyian szeretjük a történeteket, sőt, mi magunk is történetmesélők vagyunk. Elég csak arra gondolni, hogy megosztjuk egymással saját élethelyzeteinket. Nos, ezt teszi a dráma műfaja is, ami nem szóban, nem az íróasztalnál, hanem a színpadon születik, vallják a drámaírók. A dráma írására ösztönzi a fiatal tehetségeket a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, ahol nem csak tanítják a drámaírást, de évről évre pályázatokat is kérnek. Vajon hogyan kötelezi el valaki magát a dráma műfaja mellett? Hogyan tud megélni egy drámaíró, ha erdélyi? És keresik-e a kortárs drámákat az erdélyi színházak? Mi is más emberek lennénk. De nem tudjuk eldönteni, hogy jobbak-e vagy rosszabbak? Az embert nagyon erősen befolyásolja és alakítja a környezete. Mindenki érzékeny a drámai szituációkra, mindenki tud jó dialógusokat produkálni, mert különben nem tudnánk egymással boldogulni, vagy előre haladni, egyezkedni, tehát hogy nem születne egyetértés például közöttünk, tehát az interszubjektív térnek szükséges velejárója ez a dialógus. És hát mindannyian érzékenyek vagyunk a történetekre, amit filmekből, olvasmányokból, saját életünkből is tanulunk. Tehát a mindennapjaink tele van drámával, ezt akarom valahogyan körbeírni, és azt gondolom, hogy ezt szakértelemmel egyrészt lehet vizsgálni, másrészt pedig föl lehet használni arra, hogy az ember a színház köré építse. A középiskolai oktatásban általában a frontális oktatás, ami hát a legnépszerűbb, azért mert nagy osztályok vannak, és hát ez végső soron kárára van, vagyis hogy akadályozza azt, hogy az ember megtanulhassa különböző módokon az önkifejezésnek a lehetőségeit. Nagyon szerencsés helyzetben vannak azok az országok, ahol az oktatási struktúrában létezik a drámaoktatás. Azt hiszem, nálunk is van most is lehetőségként, de általában nincsen erre kapacitás az iskolákban. És hogy hát ezt rendszeresen kellene csinálni, és a drámaoktatás azért volna fontos, mert jó lehetőséget ad egyrészt a kreativitás ápolására, másrészt a képzelő erő fejlesztésére, és ami sokkal-sokkal fontosabb ennél a kettőnél, az pedig az, hogy megtanít a diákoknak szerepjátékokat, amivel sokkal könnyebben boldogulnak tinédzserként a mindennapi életben, mert megtanulják, hogy hogyan kell fellépni, hogyan kell viselkedni adott helyzetben, és ami megint nagyon fontos ebben az elmondott gondolatban az, hogy megtanulják a gondolatot a szándékhoz társítani, a gondolatot a verbális kifejezéshez. Tehát én azt látom nagyon gyakran, hogy nyugaton a diákok sokkal felszabadultabban kommunikálnak, és ez azért van, mert megtanulják azt, hogy gyorsan formáljanak véleményt, nem elhamarkodottan, nem feltétlenül ezt jelenti, hanem ez gyakorlatilag egy készség, amit ki lehet alakítani, hogy mindig mindennel kapcsolatban tudjam önmagamat definiálni, hozzá képest a viszonyomat meghatározni. És ez a drámafoglalkozásokban bizony benne van ez a lehetőség. A Művészeti Egyetem teatrológia tanszékcsoportja idén már 7. alkalommal hirdette meg a Dráma Pálya című pályázatát, mellyel fiatalokat ösztönöznek az írásra. Szerettük volna, hogyha a középiskolai diáksággal valahogyan kapcsolatot tudunk tartani, és másrészt meg szükségét éreztük annak, hogy a középiskolai diákok körében a drámaírást, vagy a drámaírásnak a csiráit ápolni, elhinteni, tehát hogy valahogy így gondozni. Ez volt az elgondolás, meg hát nyilván szeretnénk, hogyha az egyetem és a teatrológia, dramaturgia szakunk köré olyan embereket tudnánk gyűjteni, ide vonzani, akik
akik tehetségesek, akik jól írnak. Tulajdonképpen ez az egész puszta kíváncsiságból jött. Én írogatok magamnak novellákat, de úgyhogy csak én tudok róluk, és a család egy része. És a dráma pálya pedig úgy jött be, hogy az interneten nézegettem, és így a Facebook kezdő oldalán megjelent, és kíváncsiságból rámentem, hogy most ez miről szólhat, vagy mit foglal magába, és a leírásban láttam, hogy lehet jelenetet írni, élménybeszámolót, kritikát vagy esszét. És tudván azt, hogy novellát írok, akkor azt mondtam, hogy kipróbálom magam egy jelenet írásával. És megvolt a témám, és elkezdtem kibontani, viszont két oldal után újraolvastam, és rájöttem, hogy ez nekem nem működik. És akkor újra megnéztem a leírást, és megütötte a szemem az élménybeszámoló. És tudtam, hogy ugye jön az ésnek az újra megnézése, és akkor ez pont kapóra jött nekem, hogy most élménybeszámolót írok erről az egészről. Most már el sem tudnám képzelni, hogy nagyszülők legyünk. Annó mindenkorában kezdődött és ért is véget. Szép volt és csúnya, ijesztő és barátságos. Azok a jelenetek, amelyek tetszettek nekem, ami felkeltette az érdeklődésemet, ugye az volt a mi lesz 10 év múlva, ez nagyon tetszett. A darab elején volt egy monológ, ami nagyon megfogott, és ezt is kibontottam. Hát maga az, hogy a fiatalok hogyan képzelik el a jövőjüket, ez nagyon. Ahhoz, hogy valaki drámát írjon, ahhoz már nagyobb lélegzetre van szükség, több időre, lehet, hogy gyakorlatra is, tehát, hogy valószínű, hogy az, aki drámát ír, az már korábban írogatott. Itt most egyébként olyanok is vannak, akik nem írogattak, és ez nagy, nagy öröm, hogy tud az is írni jót, akinek nincsen ilyen téren tapasztalata. Tehát, hogy visszatérve a hosszabb drámához, hogy ott valóban szükség van egy kis tapasztalatra, meg kicsit tudásra, megtapasztalására annak, hogy hogyan kell felépíteni egy karaktert, hogyan kell beszéltetni, hogyan alakított ki azt, hogy egyféle stílusban beszéljen az egyik szereplő, a másikat egy másik stílus által egyéníteni, tehát hogy ezt végig kell gondolni, kitartás kell, szöszmötölés is kell hozzá, de van, akinek könnyen megy és gyorsan, ilyet is láttam. Most először próbáltam ki igazából az írást, és nagyon örvendek, hogy első alkalomra is már díjat nyertem. Hát érdeklődésem volt a dráma műfaj iránt, és ezért szerettem volna magamat kipróbálni. Két helyzetet összehasonlítottam. Egy régi lányt, aki az 1800-as évekből a mai világba utazott, és a mai fiatalokat szerettem volna összehasonlítani, és így bemutatni ezt a drámát. Ez a lány ugye a mi társadalmunkba utazott, és így próbált beilleszkedni. És ahhoz, hogy beilleszkedjen, tehát rengeteg feladatot kellett teljesítsen. És a feladatok végén teljesen megváltozott, tehát elvesztette a személyiségét, és elvesztette azt, ami volt ő valójában. És ezért lett egy végkifejlett a dráma. Mert önmaga meghalt. A drámát írni az egy kicsit nehéz, de egy kihívás egyben. A novellában, mikor írsz, akkor csak engedett, hogy szárnyoljanak a gondolataid és a képzeleted. A drámában pedig, ugye ebben ez egy létező dráma, itt azt kellett leírni, ami van, és nem azt, amit te képzelsz el, és ugye ilyen téren. Úgy vélem, hogy ez az egész egy új kezdet valami felé, és ugye egy kihívás volt, hogy teljesen más közegbe kóstoltam bele. Szerettem volna minél inkább megragadni az olvasó figyelmét, minél inkább nagyobb csattanót tenni a végére, és így megragadni az olvasó figyelmét. Tehát szerintem itt rejlik az érdeklődés. Persze félek a jövőtől is. Attól, hogy mi színész nehezen fogok munkát találni. Megnyugtat, hogy azt mondom, hogy nehezen. Nem azt mondtam, hogy nem, hanem azt, hogy nehezen. Félek. Attól is, hogy ezt az évadot képtelen leszek összeegyeztetni az egyetemmel. Észlelhető nálunk is egyfajta nyitás, nagyon kevés észlelhető sajnos, de hát, hogy ezen dolgozunk, és ezért van ez a drámapályázat is.
A magyar irodalomban általában, most magyar színházban általában nem volt szokás, vagy nincs nagy hagyománya annak, hogy friss szövegeket mutasson be a színház, hanem sokkal inkább az újrainterpretálás, tehát a klasszikusoknak az újra értelmezése, akár színpadi eszközökkel, akár átírás, adaptáció által. De az, hogy a mai valóságról írott szövegek kerüljenek színpadra, ennek nincsen nagy hagyománya a magyar színházban. Nyugaton pedig erősen él ez a tendencia, és már régóta, hogy összedolgoznak a drámaíróval. Tehát, hogy a drámaíró színpadra írja a szövegét, netán színészekre írja a szövegét, hogy meg lehet kérni, hogy átírjon dolgokat, tehát, hogy állandó kapcsolat van a drámaíró és a rendező között. Ez persze nem általános, de van egy ilyen modell, és ez azért jó, mert végül is mai dolgok tudnak bekerülni az előadásokba. Mit tudsz tenni például azzal, hogy valaki elment sóin mászni, vagy valaki a juhait hajtja, tehát, hogy ezekkel a jelenségekkel mit lehet tenni, vagy hogyan lehet lefordítani Makrancos Katának a férjéhez való viszonyát, azt, hogy egy nő messze menően alávetett a férjének, és ezt így kívánja a közerkölcs, tehát, hogy ezekről a drámákról ma nyilván, és ezekről a valóságokról ma nyilván sokkal másabb dolgokat gondolunk. És ezért is van az, hogy ezeket nehezen értelmezzük a színpadon. Ott van viszont akkor egyrészt az adaptáció lehetősége, átírjuk, továbbírjuk, a diákjainknak ezt is meg kell tanulni. A másik lehetőség meg, hogy hát csak a témát használjuk fel, és egy új szöveget írunk, amit a ma közegében képzelünk el. Egyébként ezzel is élt az egyik mostani pályázó, ezzel a lehetőséggel. Az Adonis és Perszefóné történetét dolgozta fel egy kis jelenetben. Fancsali Kinga, igen. Tehát az Adonis és a Perszefóné történetét dolgozta fel, vagy abból ragadott ki néhány jelenetet, képzeletben különböző síkokra vitte, különböző idősíkokba és valóságsíkokba helyezte el, a két szereplőt megsokszorozta. Én nagyon szeretem a mitológiát, és igazából ezt a történetet mindig is érdekesnek gondoltam. Én más verseket szoktam írni, vagy novellákat, de drámát még soha nem írtam. Kicsit nehéz. Nem tudom, olyan furcsa, még szokatlan igazából, mert arra is kell gondolni ugye az írás közben, hogy nem csak, hogy mi történik, valamint, hogy beszéd szempontjából mi történik, vagy verbálisan mi történik, hanem fizikálisan is mi történik a színpadon. Jó, persze ez már a rendezőnek is egyfajta szerepe az egészben, de hogy mint író ebbe is bele kell gondolni, hogy azért nem szabad olyasmit írni, ami túl statikus, mert akkor azzal nem lehet dolgozni. Mivel a dráma az igazából replikák sorozata, ezért az a fontos, hogy bármilyen más felvezetés, vagy bármilyen más körítés nélkül, ugye érthetőnek kell lennie, hogy mi történik. Én például erre figyeltem leginkább, hogy a párbeszédekből kiderüljön elég sok minden. Először csak kitaláltam az alaphelyzetet, és utána aztán kitaláltam, hogy hova akarok eljutni az alaphelyzetből, és akkor megírtam. Az erdélyi magyar írók közül kevesen kötelezik el magukat a dráma műfaja mellett. Általában az a jellemző, hogy a versek, prózai szövegek mellett drámákat is írnak. Elég nehéz többes számról beszélni, mert születnek ugyan Erdélyben drámák, általában pályázatok miatt, azért mert kiír vagy egy színház, vagy egy intézmény valamilyen drámapályázatot, de aztán ennek nem nagyon lesz folytatása, nem nagyon vannak olyanok, akik ezt a pályát választják a későbbiekben, mert
Mert elbátortalanítja őket az a helyzet, hogy látják, hogy ezek a művek aztán nem kerülnek színpadra, meg különben is nagyon kevés kortárs magyar dráma kerül színpadra. Szeretik a színházak a kortársat, tehát ez nem igaz, hogy nem, csak általában megbízható import termékeket mutatnak be, amelyeknek már sikerük volt valahol külföldön. És még csak azt sem mondanám feltétlenül, hogy bátortalanak, vagy bátortalanok is, tehát a külföldi névre jobban bejön azért a közönség, mint egy magyarra, mert külföldiben jobban bízunk valamiért, de inkább az van szerintem, hogy nem szokás kortárs magyar drámát játszani. Hogyha lenne egy-két színház, aki ezt programszerűen, vagy nem tudom, küldetésének tekinteni, hogy kortárs magyar drámát mutasson be minden évben, akkor talán több színház is kedvet kapna ehhez. Vagy ha lenne egy ilyen program, nem tudom, a Kulturális Minisztériumnak, vagy olyannak egy olyan programja, hogy kortárs drámákat népszerűsítsen, akkor több darab is születne, ha több születik, akkor több jó is születik, úgyhogy ha kevés születik, akkor kevesebb a jó között. És akkor többet mutatnának be, és akkor fellendülhetne ez az iparág. Ezt nem lehet csak úgy művelni, hogy saját magam számára az íróasztalnak írok drámákat, annak nincs értelme. Ez csak úgy lehet csinálni, ha van egy színház vagy egy társulat, akivel együttműködésben ezek a szövegek létrejönnek. A színházak, mint mondtam, nem kimondottan zárkóznak el, tehát ha például küldesz nekik szöveget, és azt jónak találják, akkor elképzelhető, hogy bemutatják, de talán meglepődnek, hogy miért küldtél nekik szöveget, hiszen ők ilyet nem szoktak. Szóval igen, valahogy az ösztönzés az, amin javítani lehet, és sokat lehetne javítani, az, hogy hogyan ösztönözzük a fiatalokat, hogy írjanak drámákat. Hát úgy, hogy minél több kortárs magyar drámát mutatunk be. Hát nekem szerencsém volt elsősorban néhány magyarországi rendezőnek, színháznak, dramaturgnak köszönhetően, akik az elején hát valamit láttak bennem, és akkor ezért műsorra tűzték a darabjaimat. Megrendezték, eljátszották, és így lényegében kialakult egy csapat, aztán a csapat köré kialakult egy nézőtábor, aztán az a nézőtábor egyre nőtt, akkor a híre eljutott több helyre, és akkor más színházak is elővették, és akkor így ez egy ilyen folyamat volt. És akkor így, tehát jól indultam, hogy úgy mondjam, és de nincs mindenki ebben a szerencsés helyzetben. Itt nálam arról, hogy minden szerencsés módon összeállt az elején. Egyre inkább szüksége van a színházaknak arra, hogy olyan fajta műfajokat dolgozzanak fel és közvetítsenek a fiatal közönség felé, amelyek megismertetik egyrészt a fiatalokkal a drámai formákat, a színházba járás szokását. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy megtanulni például azt, hogy hogyan viselkedjünk a színházban. A dráma műfaja már gyakorlott íróknak is kihívást jelent. Vajon mit lehet tanítani a fiatal tehetségeknek? Mitől tud jó lenni egy dráma? Vannak technikai dolgok, hogy mitől rossz, azt lehet tudni. És vannak technikai dolgok, amelyeket lehet tanulni, hogy hogyan lehet jobbá tenni egy szöveget. Nem lehet 100%-ig tanítani, mert mondjuk van az a része, amit tehetségnek szoktunk hívni, hogy azt nem lehet belecsorgatni valakibe, de az, hogy hogyan struktúráljon egy szöveget, hogyan keltsen feszültséget benne, vagy hogyan tegyen színpadivá egy nem színpadi jelenetet, azt talán lehet tanítani. Egyénre lehet csak szabni, azt hiszem, mert mindenki más tudással, más képességekkel, meg más háttérrel érkezik erre a drámaíró szakra, és főleg más ízléssel, más dolgot várnak el a színháztól, más típusú szövegeket, más típusú színpadi műveket szeretnek, és akkor általában amilyen típusú műveket szeretsz,
olyanokat kezdesz elírni a pályád elején legalábbis, egy ahhoz hasonlót, vagy abból inspirálódsz, vagy ugye általában az ember olyat ír, amit ő is szívesen olvas, és akkor ezért olyat ír, amit szívesen olvasott már másoktól. És igen, és akkor mindenkinek egyénenként, egyénileg a szövegét meg kell vizsgálni, kielemezni, és megnézni, hogy melyek azok a részek, vagy azok a tulajdonságok, amelyek megállnak a színpadon, és melyek azok, amelyeket ki kell dobni, mert ez ebből nem lesz színpadi mű. A legegyszerűbb, amit meg lehet tanulni, az, hogy feszültség. Szerintem ez a kulcs szó, feszültség, feszültség, mindenhova feszültség, és akkor megállhat a színpadon. A budapesti Margó Fesztiválon jelentették be nemrég a Litera, a Magyar Ballada, kortárs egyfelvonásosok aranyballadákra felhívás győzteseit. 7 drámaíró Arany János javasolt balladáinak világát, hangulatát alapul véve, bizonyos főbb elemek megtartásával egyfelvonásos drámát írt a Litera felkérésére. A zsűri döntése értelmében Székely Csaba műve lett az első. Én a Vörös Rébéket választottam, és hát végül is egy ilyen krimi lett belőle, és hát vannak benne hullák, meg van benne elkövető, és nálam ez egy 4 jelenetből álló kis darab. Nem időrendi sorrendben látjuk ezt, tehát 4 ilyen kocka, amiből össze kell állnia egy történetnek, 4 puzzle darab. És ugye van 2 halottunk, az egyik maga Rebi néni, Vörös Rébék, a másik pedig a Kasznár, tehát ez így van a balladában, hogy Pörge Dani őket öli meg, és itt a darabban még nem tudjuk, hogy vajon tényleg ő a tettes, és ha igen, akkor hogyan követte el, és miért főleg. És van egy, párhuzamosan zajlik a cselekmény, a maga gyilkosság, és egy rendőrségi kihallgatás. És akkor ezekből áll össze. Nem hiszem, hogyha akármi más csinálnék, akkor érhetne ennyi impulzus, ennyi megerősítés, ennyi pozitívum. Sok embert ismerek meg, sok helyre eljutok, és hát nem mellesleg azt csinálom, amit szeretek. Szóval én nem azt mondom, hogy mások ne csinálják ezt, sőt, én inkább azokhoz szeretnék szólni, akik tehetnének azért, hogy motiválva érezzék magukat a fiatal írók, hogy tegyenek többet, tegyenek meg többet, minél többet ahhoz, hogy kedvet kapjanak. Kedves nézőink, az idei évad utolsó kultúrcseppjében köszönöm eddigi figyelmüket. Izgalmas, nyári, kulturális kalandokat, feltöltődést kívánunk. Friss műsorra legközelebb szeptemberben jelentkezünk, de addig is az idei év legjobb kultúrcseppjeit kínáljuk minden csütörtökön este 8:30-tól. A viszontlátásra!